szegénységben vigyáztál-e ám? De most mi vigyázunk rá. A legdivatosabb karács. Szinti! Gyere, mert a Christmas van! Megyek, leraktottam a kis ágyat. Gyere, gyorsan, most már! Kivettél a pizzát, hogy tudod, ezt Anna Mari rendelte nekem. Fog csak így menni. De várjál most, ez mi? Ez olyan, mint egy gyerekkormány. Hallgassatok már, gyere már, itt inkább az eszedet használjad már. Ami nem sok van, rakd össze itt nekem. Merry Christmas, karácsony! November közepén akartál már karácsonyfákat díszíteni. Hát, anyós, már ez a divat. Nem, már most már fel kell, mert már a hétvégén karácsonban már nem tudunk rájön itten díszítgetni, mert sütések, főzések lesznek. Nagy, mi kérdés, karácsokat kell gyújt, vitte. Ó, megcsináltam, hogy kemében. Lesz ezeket dugjét fele-fele. Egy. Biztos, hogy ez van a oda? Kettő. Na, hogy tudod, Stefán? Három. Oda kis jössz, már nem tudunk felállni majd az égöket fel. Így van. Így, tedd a fel. Na, ezt húzd bele. Húzd bele, kész a karácsony. Ez a világban már mamma. Hogy hát nem mamma, hanem már nem lehet. Hagyd ma. Nagyon ügyesek vagytok, srácok. Nagyon köszönöm szépen. Hadd ide, festek én. Veste? Azért. Jó, gyere akkor. Csak vigyázzál, mert nagyon csöpög. Mondd ide. Szépen, meg ott kéne lent tudod ki. Mit csinálsz? Mit csináltok fel? Begyűlt azt, letörte a nadrág szívemet. Mi? Hát, olyan a rám dűlt. Így csinálta, így. Hát mert innen áll. Így. Nem láttam. Nem tovább, csak így lehajoltam, mert ide. Nem igaz. Mondtam, hogy elhagyottam a festőt. Lenyilatot, senkem lyukába, anyu halljon meg. Nem tudom miért. Látod, hogy nem is dolgozni. Jaj, mit mondett te nekem? Eltüzellek? Eltüzellek én mindjárt. Sokkal lesz egy látom. Nem. Mit csinálsz, hát kukolakhoz? Mit csinálsz? Takarítok. Jó van. Takarítsatok. Jókat csináltak. Hát, kihordtátok, annyit nem vagyok képesek, hogy meg fel az ételeket. Nem főzök semmit, se hagyjál mit. Pék, akkor mit fogunk kell? Mit teszünk? Nyold meg a zádám csutkámat. Dobrátűz! Yeah. Eltüzellek! Ezért se csinálok nektek semmit se. Miért? A boholcunknak van élnök. Szóval mint egy... Arra nem mondom inkább ki. Mi az Istenem? Hát ezt én is meg tudtam valamit csinálni. Mert jól van, hogy ebben nem tudom. Hogy kell ezt egy csinálni? Ne úgy csinál, ne felülre, ne felülre. Mit képzelsz? Mi vagyok én neked, az anyád?
Adjál neki ezt pulizát! Meg már infokót adjál, hogy sem gyerek! Palacsintot, valami! Ja, csinálj nekik kaját, éhesek a munkások, de hogy essen a fejedre egy Dávid csillag! Adjál a majd Eddinek is valamit, adjál! Jó, meleg te vagy. Igen, csinálj, és ott meleg te. Kóla kávé! Jobbra vagytok kapva! Kóla kávé! Csinálj a testvérem kajákat. Testvérem. Jó. Jó van, bátyja, bemegyek, ott csinálj. Na, menjél, nem csinálod, meg eltüzellek. Eltüzellek. Ha. Eltüzellek, én te meg itt kint csináld. Jó, frunk fruti, levás, jó, frunk fruti. Milyen frunk? Hát, nem a szíjjön, kihagy nyáreken. Takarítsatok ki, mert minél hamarabb itt a nyitás. Kóla. Szendvics, álljunk fájásra. De amúgy most én beszélek vele, ti nektek nem kell, ti takarított a seppűnök, a megkarapott a nyelvem, hogy amelyik átkoz, hogy jó, májkrémezzem meg a fülit. Már nem össze, amelyet, amelyet, mikor táncoltál így, öskös? Mi ez Isten? Gyere, mami, oda kint táncoljál, négy ebbe táncoljál. Rángos a görcs, anyós. Gyere, szintén, megnézzük, amit Anna Maris hozott nekem. A... Énnek jön fel megint ezeket a csengőket. Mert van, ilyen nyelved van, ilyen, mint én, hogy lebbenc tiszta, annyit beszélsz rá. Tönyörgök, távozz. Ott van a kezedben, menjünk hozzá a kávét, tudj, itt mozogjál, mert minden nyitunk kifele. Jól van, bár. Jönnek a vendégek itt, minden műfüvek, mindenek, asztalok kirakva, mindenek, ventilátorok, mindenek. Mi? Hát ne legyen festékes a kezem. Jó, minden festékes. Na, menjetek. Jó, megyek. Majd szólok, hogy van a lakó. Sentet vizet issza meg! Kell, hát ezzel keverem az anyagot, vagyis oda fel kell. Tudod, mit csinált Bálint? Itten tegnap kevert az anyagot, aztán nem volt víz. Ott a szentelt vizet öntötte. Na Bálint, mit csinálsz? A szentelt vizet öntötte bele az izé a klett anyagba. Nem volt szentelve. Amúgy igen. Te is akkor jössz, mikor eljövök. Miért jöttél egy 2-3 másodperccel később? Akkor biztos nem tudni fogom lesz. Csináld vissza meg! No. Nézd meg, ez a baj, ez nézd meg! Valamelyikben akasztottam. Rád vissza a látokat! Most is van, nézd meg egy zsáv cipe. Megyünk ki, mert feldíszítjük az udvart. Te meg addig felüzél, vagy valamit csináljál. Ne? Csatok már ne ide meg bígyél, menjünk ki, mert a dolgodat adok ki. Mit csináltak ezt kicsit? Ha mi? Forszunkot csináltatok nekem? Madeim Cína! Cína! Na majd csinálok én belőled mindjárt Hungáriát, ne fi! Mindjárt behozom én az igazi karácsonyi hangulatot. Anyós is a legjobb időben találtok, hogy díszítsünk. Olyan hideg volt, megmeredek, mint a fagy meg. Jó, világít! Hát csak világítok. Jó, olyan, mintha gyártyák lennének. Hogy csináljuk most én ezt? Na, Stefán, ezt. Tegyük egy kidobozos túl. Nem? Most végén velem gúnyolódó. Na. Jó, akkor csináljátok, szintén én nem vagyok erre állva, hát. Mellek a vár a Fortnite. Az jó! Kapcsolt be, Stefan. Vagy ez mivel működik? Ez ellemes. Ellemes? Ez egyben van a
Jaj, lemez. Jaj, lemez! Turn off the alarm. Hé, világi! De ez nem jó. De nem jönnek kell lennie. Ragasztó. Gaj, ez just. Na, hát jó. Már mindjárt megmutatom én mindjárt, hogy mi a stánc. Nem, gyere, már te is kínai vagy. Ezt hallgat. Rá van fagyja, hogy úgy. Ez az igaz. Még gyönyörű, hogy ide megköszi. Na hát ez már mindjárt, mert kismis, mert már akkor az igazi karácsony. Hát ennek aranynak kell lenni. Ennek közepő így van, aranynak kell lenni, és ráadásul... Adjad, ez egy forintot nem ér. El van szakadva itt. Tudod, miért nem ér egy forintot se? Na. Azért nem ér egy forintot se, mert ellemes. Hát most ezt bekapcsoljuk, állítsd már fel a seprűt, mert elesünk rajta. Ha ezt bekapcsoljuk, lemerül egy-kettőre. Á, mert nem ki látok meg ilyet, Lina? El van váltva itt, látod, el van váltva. Aranynak kell lennie. Nem jó, biztos. Amúgy ez hogy lenni? Hát, mondjuk. Ja, itt a szarban, látod? Ez a szán. Igen. Ez a szán lenne. Hát persze. Ez egy nagyon gagyi szán. Ez egy csöves szán, ez hagyja. Hát, de ne mondjál én neked, mert Anna-Mari meghalljunk, majd haragszik lenni. De Anna-Mari? Anna-Mari túlkaptam neked. Hát, amit tettél, Anna-Mari túlkaptunk, az mindegy unád volt olyan. Miért mondod, hogy milyen karácsonypát rendelt? Erre bántsad, jól beszél? Milyen karácsonypát adottak, miki részét adott ide nekünk? Mondjon már mi az, fejbe kell húzni, sapkát. Te nem tudod mi a divat, hát ez Kínából jött fiacskát. Ilyet nem mindenkinek látod, csak anyádnak van ilyen. Hát a kínai, és mindennek lát a kínai ruhákat. Menjél már balkánkész, fogadjunk, senkinek nem látol ilyet. Hát ilyen csúrjában is. Senki nem lát a kínai dolgokat. De nekem a karácsonyban van, nem erbőcs mérelni. Hát nagyon sem nézk az a karácsonyban. Ne foglalkozzál meg, hogy nézd. Figyelj, így nézd a karácsonyban, figyelj. Régen letettem rajzolni. Na. Az igazi! De sose voltam buta! Legalább... de festik szakmam meg. De gyönyörű! Olyan vagyok, mint egy Einstein! Na most mondjál meg valaki, hogy megülünk ennek kezekte? Hát ez az okosság, ez a gaudy ez. Egy kis hagyjál, jobb a minden felé. Hú, de baba. Az csillag van a tetei, lenne kumor csillag a tetei. Hát, csipeszek vannak ezek? Ez egy nagy szarvas. Te, csipeszek el. Mi ez, gyújtó gyertyák? Na, jön már, de hova akarod? Ezeket akarod feltenni? Várjál! Ezeket kell feltenni! Gyere, Stefán! Ócs ki! Ócsom ki! Bonts ki! Te bonts? Ó! Járja, nem vagyok itt. Na, most már lehet szaloncukort rátenni, minden. Hát már ide! Nem tudod, semmit patyára hoztuk ki magunkkal. Te tudod, most valami tehet. Hát többet tud, mint te. Hát be kell meleket jelsélni. Hát olyan jól van, úgy elszintem, mint egy szobor. Mondta már aztán, hogy tisztítsünk korábban. Mit mondott anyu, nem, nincsen karácsony. Közben meg már mikor nincs korácsony. Na, mondtottam meg nagy pályát. Már szeptembárban tisztítani kellett volna. Jó, most én most is ott állt egy karácsonypot. Én vagyok karácsonypot. Rá, mindjárt ki, kiállítom. Mindjárt kiégett tisztítőt, jó.
Fogd meg át a vigyázzal, mert beletörj, beletörjék. Vigyázzal az esésekkel. Az zuhanásokkal, vigyázzal. Komolyan mondom, beletörjék a lámpája. Mert nem állok jót magam. Én azt hittem, nem komolyan mondod, anyu. Várjál. Na most ez hogy van itt? Nézd csak, kérlek. Várjál. Ezt tudom, hogy ez itt. Jó, drága jó ég. Na, erre nem számítottam. Na, még a hiányzik, hogy itt a kárt észrevegyik. Úgy érzed. Most már mindegy ezt. Rá van most már kullantva. Pedig amúgy meg milyen jó lett valami. Ma most már látszik az erőtség amúgy. Majd már ide áll a kartigasztrégi valami. Na miért lett a karátom? Ennyi. Ah, Istenem, menjél a marra, mi? Menjél a marra! Menjél! Azt a mindenit! Jaj! Várjál már, Lali! Megroppant a pokám! Mi van? A pokám megroppant! Anya, most nem akarod díszíteni, gyerek hazudtál! Mi van? Ne szarakozzál, mert nem szíteni! Semmi, csak a pokám megroppant! Ne játsszál már! Nem játszok! Stefán, gyors, csinálj már! Te legyen csinálni, te meg itt állsz, mint egy faszobor! Jaj! Na, várj, te meg gyorsan! Neked kellene itt ugrálni! Adjulátom, gyere, gyorsan befele, gyere! Ha hideg van! Már elvágyom, Stefán! Nem! Így maradt. Ez akkor is már szebb, mint volt. Tiszt meg tiszta zöld az egész. Ezt is kiviszem meg. Úristenem! Na, ha mit képzeltél, lefestél, aztán az majd akkor a fal nem lesz olyan, hogy mi? Jó, hát meg mindjárt... Fehér fa, arra kell... Mi?
Mit csinálom? Nem volt a büszkeségem, nekem az a karácsonyból senkinek nincs én, ez kínából jött, fiam. Nem vagyok hajlandó itt lenni vele, máma, mert agyon verem, megmondom őszintén. Miért csináltad? Gyorsan menjünk! Ha nem akarod, hogy máma, itt is élni. Kivicsakott a bokája szegénynek minden. Törjünk a hajtó ablakapul elhúzni. Jaj, menni kell, mert akkor nem lesz hajtó. Ezért, mert a Krics karácsonyfát törjünk. Jól járva, hallottál már. Olyan a karácsonyfa is, mint te vagy. Ilyen csicsi karácsonyfa. Stefan, most varázsoltál? Elmentem itt húrul. Azért kell akkor el kell menni anyósnak. Én nekem is munkát csinált, én a nyakabról bennem kell. Ne beszítsél már, te meg gyere! Köszönöm szépen a pasom, hogy elintézt ezt a dolgot, legalább nem kell kintára, hogy a díszíteni. Na, hát én is pár óra hossza múlva. Hát, figyelj, most várom a szavadból. Nagyon szép lett a bolsom. Nagyon szép lett. Hát te nem értékeli anyósom a munkáját. Ja, látod, ezt mondom én. Igazi szív. Én most ne fáj miért csinált volna, én már izé megcsókolgattam volna a kezit is. Hát, ez esik, látod. A munkát kell értékelni. Akkor elveszünk itt van a bolsom. Elveszünk, mint hal a vízbe. És mindig megcsinálják itt a balhelyt, hát ott. Eltörted? Ne. Ezért kinyúvaszt apád. Ez most eltört, vagy nem? Hát eltört. Mert hogy lesz visszapillantó tükör? Ja, majd legközelebb már vigyél már engem, mert már nagyon ideges vagyok. Hát enélkül hogy vezessek? Hát úgy vezetel, nem tudsz enélkül. Hát tudok vezetni, de akkor ma ezt meg kell csináltatni most Emiléknél. Menjünk. Arra fogok rá bízni. Most mondom neked. Ne nézzél, induljál közben. És miért be kell állítani, látod, nem jó. Hogy estére visszajössz, hozol nekem el ruhákat. Itt van anyád, ide jött a házadban, nagy problémák vannak itt tényzelem. Nem érdekel! Ha most nyitok ki!
Figyelj, hozzád, most nem figyelsz ide! Micsoda? Ide költözök most a nyakadra! Te most tényleg ide költözöl, nem csak itt? Nehogy! Csak velünk szól, nem? Dehogy nem, hogy igen. Kizavartuk? Nem, mondom, hogy dehogy is jót eszed, hogy itt vagy. Nagyon nagy botrány történt bám nálunk. Mitől? Meg lesz alázva, gyalázva karácsony bám. Barázva. Barázva. Te miért? Na, mit csináltam? Azért, mert a pósor összetörtem, összefestette. Szétnyaltad a falat. De most mit, milyen dizit alázott karácsony? Nem figyeled el magadat, hogy tudsz ilyen szemtelen lenni? Ide jön, akkor te úgy veszel engem, mintha valami levege volna. Na most rájöttél a fiathoz, hogy vegyelek, mintha megjött volna a császárvágyat? Nyuszi, ma beszélgetel, mindjárt csúnyán mondom, Nyuszi, valamit csináljál. Ilyen, na, persze. Na, csúnyán mond neki, mert Nyuszi, mert valóságosan kívül. Na. Az anyját nem veszi vissza rá, hogy Gyuszima, vagy mi van? Ne, név elveszítélem a kávét. Köszönöm szépen. Egészségedet. Na, a lényeg az, kit érdekel, nem érdekel, amit mondol. Kinyitunk! Péntek egy nyitás van! Szerte szétnyaltam a falat! Péntek egy nyitás? Nyitás pénteken? Igen. Tudom, milyen kaját lesz. Na, azért abban nagy szükségetek lesz. Én leszek a konyha főnök, van, én mondom nekinek, hogy miket kell csinálni. Te a konyha főnök. Hát, ő a boss. Nem mondod erre semmit. Ő a boss. Ez az. Igen. Ő lesz a boss. Nagyon jó lesz. Igen. Én meg leszek a étteremvezető, jó? Én nem lehetem semmi sem. Hány világ. Már újra növeztünk el egy pizzát. Méket? A Nici Macskó hasa. Én adtam neki. Mit? Nici Macskó hasa. Az lesz a neve. A sonkás kukoricás. Felmondjam az én ételeket. Te ma elmondhatod, hogy mi van veled, de te mi érdekel, akkor se várjál. Miért nyitottad a szekrényt? Hát mert itt a sózt azért, amúgy bocsánatot kérek, mennyinek volt, de hiperaktívkodik a pós. Tudod, mit csinálok én? Most már látom, csinálgatod itt a rakott krumplit. Érted, akkor én meg majd mindjárt át. Jó, lett is. Jó, én is átöltöztem ma. Jaj, hogy csinál a pós, emeleg? Én gyakorlatilag most főztem meg. Gyere, Krisztián, kaula. Gyere, Krisztián, akkor itt a kaula. Az egész nyelvemet leindult. Ott van, igen. Mennyi idő az ide készítettünk? Hát egy ilyen 10 perc összeállítása legyik. Itt vannak leírva! Húlad a szemben! Tudod milyen? Hallgass! Te rólad lesz akkor a Mici Mackó hasa, pizza, sonkás kukoricás. Lesz a legfinomabb! Mert azt szeretem, hogy sonkás kukoricás. Igen. Lesz a csípős, az a spártai lesz, és annak tudod mi lesz a neve? Spárta ereje! Jaj. Száraz, kolbász, piros, paprika, békön, paradicsom, sajtok, mindenek lesznek rajta. Giroszos pizzák is lesznek, herkulesek minden. Jaj, egy van! Ezt apuló neveztem el. Melyiket? Csicsi pizza! Jó, az a szikedvencem! Nem neveztél el semmit? Tényleg! Jól nem neveztünk el. Két gyerekkel a büfét, pörköltöket kell felzni, lepesveveseket, meg fosítokat kell sütni. Mondtam egy nevet! Mit a néni csapása? Magyar legyen! Mit a néni csapása? Nem mondtam! Nem csapkodunk! Megcsapnak én úgy, hogy tudom róla tégedet is. Na mit most már térünk ki, nem érdekel pinteke nyitásnak. Hallgass! Mit gyalázta, ki volt? Meggyalázta apád a karácsonypálmat, kaptam Anna Marutó Kínából lett rendelve, lefestette nekem a falat minden. Nem zöld lett az egész fal, ütni. Az egész fal zöld lett. De miért festette le? Le kell festeni. A szíve szürke volt. Hogy hungarikum kell neki. Hungarikum? Most lefestettem, én meg eljöttem, mert ideges vagyok rá, most megverem. Most inkább ide lejöttem hozzátok. Na jó, nem megyek haza! Nem megy haza! Hát olyan idegben, hogy mennék már? Most hogy van haza, meddig akarsz itt lenni? Hát de meddig akarok? Napokig? Hát de... Meg kell mentem a nyomosodat. Essen a fejedre egy csillag! Csinálni kell neki alvó helyeket. De hol? Csináltuk neked, Niki! Nem csináltuk neked! Várjál, gyere! Na, mindjárt.
Hova mész? Majd mindjárt mondhatok én egy jót. Azt hittem, hogy jövök egyből, ne kell sütő, főző nekem valami. Itt ülsz, azt nézel itt engem, mert majd pincekkel én leszek a konyhafőnök, majd azt fogod csinálni, amit én mondtam. Nem kellene ide, miért pizzák? Ez a Zeus pizza, meg ez a főzünk jó pörköltőt. Akkor én figyelj, mert én nem nagyon esz ezt a rakóklubit, én csinálok itt most egy kis ízé, adjál nekem egy két tojás, kis krumplival, kis borsos paprikással, valahogy én megcsinálom. Elég ez ezek krumpli, akkor? Nekem az elég! Az úgy tökéletes. Tessék. Ó, de jó. Nem, mert várjam, hogy... Adjak meg valamit a borsra. Nem, mert itt ízé, van valami kis szalonképes legyen már ebből az utányírban. Ebben csináljuk, hogy tudjuk szépen szolgáljuk fel ezt a vizét. Azt én ezt így lefedem. Jó. Azt én már megyek is akkor a hatyiákat, azt akkor Krisztián jön. Na, megvan a gólad, így áll. Ez nagy. Jó. Ó, hát köszön a pós, már meleg, no, hogy megint meg égesse el. Kapom én már be a francot. Így. Tudod, mit találtam? Anyag, semmi a nehezet. Megcsinálom már neki azt, akkor kurod, hogy már ezt egy most így ezzel kedveskedtem. Én meg a karácsonyfával is, hogy most mit csináltam, de hát nem tudok vele mit csinálni. Hozzá nyors hazafele. Ilyen idős kóra már nem hiányzik az a különlét. Azt tudok, mindjárt telefonálok Krisztiánnak. Azt jöjjön értünk. Érted? Ma mondom. Mondom neki, már a kis... Limuzin kéne fogadni. Kis János már így. Ha mondja, máma, máma, majd mondom én neki, majd mikor hát, a vasik megy. Hát, kell neki mondani, azt egy fű hazajön. Neki fűszereket kell a... Limuzin kell fogadni, azt azzal kell érte menni. Na, ez már. Pörkölt. Brassóikat csinálunk, töltött káposztákat. Mákos, diós kalácsot, jön az ünnep is. Igen. Meg sütünk muffinokat, meg még sok finomságot. A nyolc csinálja ezeket meg? Nem, én majd mondom, hogy te mit csinálja. Ja, na? Jó. Jó lesz, mondom. Jó lesz? Neki, szállt egyet. Ide befekszik magának, bemászik, mint egy malac. Jó, kicsoda. Jó, amit megijedtel. Nem jó? Itt elfekszik annyi magának. Jó, helyet csinálta. Jó. Ide bemászik, mint egy kis malac. Ennyi, menedj, ott a gáz, behozod neki. Ennyi, lámpát, mindent behozunk, eltelefonozgatjuk be. Na, megyünk, közben dolgozzunk. Csináljunk akkor valamit. Na, te, miért beszéljétek be számot? Ha te is dolgozunk! Nem, nem megy sehová se. Nem segít, jaj, be akartok fogni engem. Jaj, most segítek meg enne a pizzát, tesóm. Jövök, megeszem a maradékot, az egészet. Na, látod, hogy benne állatom benne. Jó, ezért... El se pregetem! Mit csináltál a fallal? Szerte szétnyaltam, gyere, nézd meg! Hova ment, mama? Elment, ahol elment? Elment. Már elfáradt a sok labdaszedő munkájában. De most én így ugye a kis kaját csináltam neki. Hát, az jó is néz ki. Tudod, mit csináltam? Valami jó igazi házi füstölt paprikával, érted, megszavarom, meg borsa. Én már melyik kell a borsa? Te mit van ez, ami jó, tudod, melyik az ott? Mit, amelyik az? Ha. És tényleg akkor szépen csinál magának egy jó kis kaját belőle. Azt majd meglássa. Mindjárt bele is szavarom én valami jó kis zsébe. Egy másik edényből ne pocsíkolódjunk. Ilyen csodarabos ez te. Na most, egy kis búsot is rá. Házi? Hát, ez egy jó vizé házi. Akkor azért néz ki így. Ez így darabos a te. Biztos, hogy itt a fél. Na jó, én ezt ne foglalkozom, majd én ezt még elteszem, mert majd a fejlésre majd. Hát, hogy? Házi, túl itt semmi nem az. Hát egy kis idejét adjál már nekem, egy kis borsot, pipa, dohány, só, fűszeres. Bors is kell a borsnak. Vigyázz, már borítod az egészet már. Ez mind a borsnak a hibája. Hát, mert te is kezdted bele. Mind a borsnak a hibája. Egy hibája. Hát nekem nyugodtan fejzni a bors. Megnézem már, mit csináltatok ott ki, mutassátok már meg. Menjen ki majd, mindjárt megyek én is.
te jó Isten. Rám szabadították megint. Csapások jönnek mindjárt. Hú, izék pörkölteket, meg izé egy büfébe. Mit gondol ez? Ó, Istenem. Remélem, hamar kibékülnek, az hamar hazamegy a nyakamról. Ezt én már nem viselem el. Ez jó, paprikás, búrsó. Jaj, te szereti! Jaj, te szereti! Jön már haza fel, mama! Nem csodálom én, hogy elvette a gyors! Nem csodálom én! Mi csodált? Stefán, ilyen bóra! Jó napig nem bírnék mellettem arra! De figyelj! Nem miért vagyok ez a dolog? Erről takarékoskodjunk ebből a... Ebből szépen megtálaljuk ide szépen. Szintén nehogy betermeljed, mire jövök haza, mert... Kába, mindjárt megeszem a nyomstól. Hát bőven nem. Hát csak nem tálom. Na, ezt mondd, rakd már vissza, mert már ez is kijöntöm, figyelj. Áááá, nem tudom csinálni a dolgomat, tapos. Hát akkor csinál meg lepet, és akkor vérjenek el. Tam, taram, tam, tam. Hey. Jó, hozzá, Stefán. Ne, szerte szép nyartam. Jó, te sem azért jól hülyes, hogy elérjetek mindent. Jaj, játszok. Jó, akkor csinálj, csak szép. De rárok, hogy megharagszol egyből. De hogy csinálj. Segítsél neki, pici mackó. Na még, hát nézzel. Ezt a csöplegessél, adok neked munkát. Púrpapból. Adok neked munkát, csöplegessél. Tudás, se feljön le. Igen. Mi? Tehát, hogy mi helyek egy csinál? Nem nézem neki. Jó, de? Jó. Úristen. Jó, lehet? Na, hagyd nézni, testvérem, jó? Ez nagyon szép lett. Látod? Majd én fogok itten, jövök ide. Majd én mondom, hogy kell tenni, meg hogy kell csinálni. Ne, hagyd! Igen, gyere ide. Látod, úrba vagy? Ne zinem csinálni. Nyitom már a helyten meg. Van helyten. Ezért nem dolgozok, mert úrba van látni. Minek tudom? Gyere csak, maga jön a titkot, gyere csak. Hagyd, mondhatom. Mondhatom neked a helyet. Várjál! Kicsit megrándult a lábom. Óvatosan gyere! Ezért mozgás izére van simítva, hogy így jöjjenek felfel a kerekesszékkel majd. Igen. Na, csináltam neked ide egy kutyaulat! Mi az ottan? Bemászol, mint a malacok ide majd itt. Én ide be! Há! Azt akarod, hogy én ott aludjak abba bed. Mi nem jó? De nem, te képes volna legyenek ide a kutyába betenni. Ó, ne nézted a munkásságomat. Én nem fogok ott aludni. Hát honnan szólt, nem félsz el köztünk? Milyen gyerek vagy, te anyádat egy kutyicába raknál be? Jó lesz? Gyertek ide, fiú. Itt van az... Jó. Gyertek. Jó lesz? Jó. Ugye? Tökéletesnek, jó. Itt te ne lalszik magának. Hát hogy? Tik is azt mondjátok, hogy jó. Na gyere, nézd meg, mit csináltunk anyósodnak. Na, egyed ide, hagyd nézd meg. Csináltunk neki ide egy kis ide. Egy kis kutyaulat olyan, de ez meleg. Melegítőt bekapcsolod, nem fázol meg. Jaj, ez nagyon jó. Szépen jó. Jaj, ez megtelenített, fiam. Jó, az én a vártele 200 tigőt. A kutyicákba dugál engemet be. Így jött, hogy... Ezek szerint bezárnál engemet végig szociális otthonba is. Nem zárnál be. Hát ez bezárás. Nálam vagy. Úgy fogó bemászni, mint a kis szép malacok. Így. Így. Na, akkor menj egy rossz meg, hogy én oda bete. Nézd meg, hova akarn engemet betenni. Látod mi? Hely, anyus, mit mondja? Mindjárt megcsinál szintén rakott krumplit, azt mindjárt szedek neked is, azt teszel. Szerintem mamádnak különben az meg nem eszi a zsíros, mert tudod, az epéjjel nem nagyon szabad neki zsíros lenni, azt azért mondom így frissen egy kis krumplit, érted, így csinálom meg neki. Enyhén fűszeresen, érted, akkor primálom. Szintén akkor mennyi az az ember, hogy figyelj már, hát. Jön 10 perc, úgyhogy hapós hagynál engemet nyugodtan, akkor kevesebb is volt. Mi az, hogy hagynálak nyugodtan? Hát nem ott rád a hapós engemet össze-vissza, hát te nem a hapósokkal meglepetés szervezti. Hát akkor nem ugye mit, hogyha már én csinálom meg. Hát ezt nem értem sem. A kis Jányom adjál bóst, adjál delikátot, mindent én adjak a bóst. De már hogy beállsz, hogy be vagy állva, mint ott a ló a karámban. Nem tudok, mire kerülgessenek itt, mint macska forraukását. Hát most nehogy már egyből megcsinálják azt a kis kaját, azt menj. Hát lássak, most mi mit csinálsz? Menjünk a fejlom, már Krisztián, akkor. Merre van a telefonra egy hallway? Add már, hogy hívom fel a pálosnyom.
van-e nekem helyem, van-e nekem házam, nem kell oda, de orra a láborot nem teszed be obám. Megmérgelem magamat. Ez így egy jó szívű, látod. Hát te jó szívű vagy. Oda akarsz bejönni hozzánk, nem félsz-e? A gyerekiknek külön ágyuk van, mindenük van. Hát én más azt mondaná, hogy jó van, anyám bajban, vagy inkább akkor eljövök ide ki aludni. Hát akkor nem jó, megfázok. Te ne lettél kéne egy olyanba? Én megfázok itt kint. Na jobban hagyjál engem békén, mik vannak még itt, mutasd meg. Hát itt mostani üzék vannak, itt dolgok vannak, itt csinálgassuk, letteljük, ez most szigeteléseket raktunk ide be. De más békén volt, hogy menjen oda. Ki az? Itt. Aha, csak ő. Rag le. Ágy a minden csinálva, sötét van. Most akkor hazamegy? Vagy nem? Nem megyek haza. Nem. Akkor bent kell? Bent, a gyerekekkel. Hát akkor aludjon a gyerekekkel bent. Ragd már ezt a fényet, kigyúmod a szemét. Már nem látok, folytogatom. Tízéj, zöldlám. Ne, hogy van ez? Tiszta retek, hogy a semmi. Jó, Stefán, oké. Na jó, tesem, megyek én is. Sehová. Látod, hogy jön? Gyere, 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 gyere. Menjetek pihenni. Nem, majd megvárom, hogy jöjjön, ő értem. Hogy jöjjön, értem. De amúgy nem felejtem el, amit most csináltál. Na, ezért legyél jó. Hát mi az egy ház, anyós? Most mi? Milyen ház? Ez egy pizzeria, vagy mi ez itt tenni? És még a pizzeriába is beengedi magát, lássa. Na, látom! Igen, egy gyuti jó. Na, he, öcsém, takarítsa, hát a nyugod. Mindjárt, így csinálj. Így csinálj. Most megfogom. No! Na, szervusz, Krisztián! Szevat! Gyere már, értem, szaladj már el anyósodék, menjünk már, mert lemmet, micimackal, és levitte, csináltam nekik egy kis ilyen kaját, egy kis diétást, tudod, gyengén, úgyhogy hogy jöjjön már haza szedim, mert tudod, hogy most jól van, mert én vagyok a hibás, én vagyok a csicsilabda, szóval így van, mert karácsonyfát itt lemázoltam, egy kicsit ráment a falra, de hát most majd valahogy kikorrigáljuk ezt a karácsonyfát, vagy veszek neki majd egy másikat, vagy mit tudom én, mi szintű is csináljuk a rakottul, csak ne mehet zsíros, mert az epének nem jó, tudod, hogy még most is műtét előtt áll, aztán én meg már csak úgy csináltam. Mindig kajákot, ez a kedvenc kajákot. Hallgass már, mert még decíts itt hülyes te is. Na jó. Anyós is elmegy, miért jössz akkor? Nem mondja, mint egy csúgya beled van. Itt vagy már a kapunál. Jó, oké, na akkor megyek. Szia, köszönöm. Miért elmogott? Itt van, Mante. Szinti, elmegyek akkor. Jó, menjünk. Anyósodat hazahozom. Azt akkor... mi az már? Jó, van, akkor most menjünk. De nem értem, miért elmogott? Hát, Krisztiánka, mindjárt kész van a kaj, az a mamádnak a diétás kajája, ahol ne nyúljál. Azt mindjárt jövök én visszahozom, hogy hazahozom. Sok értelme van ott ennek szinte ájába fejűzni, míg üző, míg ízeiket is, a desszerteket is nekem kell megcsinálni. Sok értelme van, most már benni kell szaladkálni, fejem bűnöm látok ki. De nagy értelme van, ki kellett volna dobni azt a kis karácsonyfát. Szerintem meg kell utaskodnom, hallom? Ne, akkor utaskodjál már te fiúhár, mit árulkodnál te én róla? Várjál, hallgassál el, hagyd mondjam el mamának. Tudod mi ez? Na. Patkófánk. Ez kóformány. Na akkor én is megkapcsolom. Na. Akkor gyárt egy fel, ne. Nyomd össze. Ukaroskodol. Nyomd össze. Ú, de jó kugalfár, nép. Ez. Ú, de jó illata van, tesóm. Kahéjas. Ú, nyújtam. Na milyen?
ízgomba. Patkófánk, csoki öntette el lesz, eper öntette, vaníliás öntette el lesz. Büfébe? Igen. Itt, ez lesz az egyik deszert, ez bofli palacsinta, minden. Na milyen ez? Patkófánk! Vágyom. Úgyhogy ki? Ha, hallgass már, mit akar, mondjad, na mit tanáltál ki? Nem tőled kérem a Xboxot, hanem a Jézuskát, hogy neked nem bekerülj a pénzbe. Mondjad, rendes! Most már Xbox kell neki, a pénzt adtam, már Xbox kell neki? Igen. Ha nem a izétük kérem. De cuki vagy fiam. Ha neked nem kerül itt pénzbe, igaza van. Igaz, igaz. Hát gondol rá. Milyen rendes a azt mondta, hogy semmire valóan PS-nek, az Xbox kell. Úristen. Na, ízni? Nem. Na, de örülök sok neki. Sok jöntek, vanília, meg eper, világ. Mi? Nagyon. Itt vagytok. Te meg, akarod ide. Figyelj, ne figyeljél. Lehettél? Ne figyeljél, semmit baj. Krisztián lehozott. Pont ment ki tankolni, mondtam neki telefonálva, hogy szaladj már egyébként. Miért jöttél? Jó, hogy ügyet hozok. Jött a szerelmi hír! Hé, küldd el haza! Nem, már itt írtad! Ha nekem mondod, hát ez mit? Veszek én neked már egy karácsonyfát, ha nem tetszik egy akkor. Egyébként. Mi? Patkófánk. Ezt fogja árusítani. Kóstold meg. Ezt árulni fogja. Kóstolom, nagyon finom. Hármilyen puha. No. Jó. Jó, no. Mi? Nem fejezted be, mit mondtál? Mit akar? Gyere, menjünk be. Igen. A kisjány most már annyira mondja a kisjány, hogy mama! Meg mama! Jaj, jaj, akkor miért? Nem, hogy szeretnék a kisjány. Ha. Most menjek haza. Gyere már, de nem tud pihenni. De karácsok már, ma mi lesz? Veszek neked egy másik karácsokban. Van egy másik karácsokban. Nem foglalkozás semmivel. Jó vérképen. Mit majd látod itt, mert sürgés, porgés, sütés... Én akarok a konyhapjainak lenni. Lesz te rólad egy pizzája a spárt mikromának. No. Csicsi pizza. Az hát igen. De most már jó, hogy örültél meg minden. Foglalj helyet, mit haza. Mert nem tudom hova harakni, tényleg már a gyerekek nem tudom. Persze! Ne kell engemet küldjen, én úgyis hazamentem volna én mindent. Na, hát nem küldlek, csak akkor jó! Ne kell magadtam rá, vele semmivel tiszta szívemben mondom. Csak lenyugodni jöttem, de te egy műbe ijedtél, úgy így. Na menj innen, nem vagyok anyád, menjél innen. Egy műbe ijedtél. Gyere, mert így a gyerek érted, hát miért vagy én érted? Tudok, hova akart engem ezt betenni kutricába. Jó, tette, vagy oda valahol vannálom. Nép, azt mondom. Megcsináltam még hozzá, belesütöttem a kanalat. Megfőztem a finom kis kaját, ott van a lábosba. Mit gyere szépen! Na, ez meglepetés lesz. No, gyere haza! Na, magának, lássa, milyen jó! Mondtam, hogy hiányzik magának. Menjünk a kisjányhoz. Hát, hallod, engem hiányol a kisjány! Na, lássa! Mondd, hogy mama! Jaj, hallod, kisjány! Jaj, de jó, hiányol a kisjány! Mama, mama, atya! Na, menjünk akkor, te pár! Te pár, menjünk! Jó, akkor köszönöm a nagy semmit! Nem feledkezek meg rólad! Jó van! Menjél el, kit érdekes! Be akart engem egy kutricába zárni, például egy palacon! Nem figyelod el magad, csak nem. Menjünk! Mit csinálsz te már? Menj itt hát már! Most elviszed a kólánkat? Anyu, a fiad elviszi a kólánkat! Már a kólánkat! Na, de jó szemed van! Na! Egy bűvet látod a szemedet! Na! Nem is egyet, kettőt! Jó szemű! Miért nem lett volna jó, bekullogott volna, mint egy kis malac? Tudod, anyád van. Na. Jobb helyen voltunk. Na. Megették az egész patkófánkot? Meg. Akkor újra süti is! Mit állsz még itt? Nem sütök! Kirúglak! Akkor csináld magad. Eltüzellek? Akkor is magad fogod csinálni. Csináld meg. Csináld meg. Ez milyen rendes, ha nem a Jézuskától kéri, hát. Hogy nekünk ne kerüljön pénzbe. Nagyon rendes vagy, fiam. Tényleg. Nekünk egy forintunkban nem kerül így. Ne. Köszönöm, testvérem. Köszönöm, testvérem. Szívesen. Ja. Nagyon rendes. Ennyi csinálok, mert éhes vagyok. Hát, csinálj, mert éhes vagyok. Mindig éhes vagy, kuka. Nyúl legalább azért csináltam a bufét. Bufé, beszélj. Ne kiabáljál velem, ne feleselj vissza! Nem, te kiabálsz most is! Újra csinálás. Hozzad ide fele. Papa! 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 Na ide figyelj, csináld a rakott krumplit. Mit hallok, Szinti? Nagyon! Igen, hiányolt a kis.
is sem mondtad, mama? Há, fejbe kimondott, azt ki is mondtam, csak fejbe gondoltam. Hát, hogy csinálszik, hogy ma lehet. Há, fejbe mondtam. Há, gondoltam. Hát itt van, megérkezett a mamád. Hálom, itt elértem. Nőttem már, nőttem. Itt vagyok már. A bós is nagyon rít a nyorsi, fel volt most ez izé, látod? Ebben a kis fűszerpaprikával megszaltam, mert tehát azért, hogy ne legyen zsíros. Hát, sok fűszert tettél rá, de még mindegy már. Csapkod meg egy kicsit rúgra. Jó, kamstod meg. Csújt meg! Már nagyját, hát alig vártam, hogy hozzahoztam te. Rá, te mondom, hogy... Mi a forró? Én tudtam, hogy forró lapom. Mit forró? Ma mi baja van ennek? Tudtam, hogy forró lesz. Mit csináltak most? Te mit csináltál? Csapdát állítottál? Én így tudtam, hogy is jár a szemtanú, hogy én nem csináltam semmit. Mi az, hogy lecsegrop? Kündrabokat elvistem benne, mikor kell nekem menni el? Már akartatok ölni? A busz volt. Csapdát állítottatok nekem, hogy hazajöztök, és nem érgeztek. Mi ez a hang? Mi a hang? Nézd meg a száján! Jaj, direkt megmérkeztem! Mit szartál veled a cselé? Direkt megmérkeztem! Mit csináltál? Após volt. De most megnézem, mert így rám akarják fogni. Mi csináltál? Ez tiszta piszok, ez az egész. Jaj. Na, úgy mondom. Ne. Mit tettem rá? Én tettem rá. Apu, én vagyok egy piszok szemét látod, hogy érdekel? Nekem csináltatok meglepetést, he? Nem mondom, hogy a rocsoncsó felfel a kaját, annak azt, hogy megfel a téglát. Gyere, testvérem! Jó, vagy bár! Gyere! Akartok engem a tetetni? Várd meg, üljének, osztad meg! Mi az benne? Ahhoz, látom! Ne vagy most lebuktál! Ez a paprikában volt benne! Hadd mi ez, he? Mi ez, Stefan? Vala. Kő darab! Hallott ezt? Állj! Hallgass álljálom, tudod, figyelj! Kő darab! Ez kő darab, apu! Honnan hoztad ezt a paprikát? Kő darabokkal csak főztél! Hadd nézd! Itt van! Hoztad ezt a paprikát? Itt van! Mit raktál rá? Ez a paprika, ez? Mi ez? Mi ez, apu? Paprika nem? Paprika nem. Ez paprika eddig. Várjál! Mi az? Téglapor! Téglapor? Hol? Hol? Megtörött egy téglapor! Mi? Labdaszedő! Csicsikolja! Az itt a téglapor! A téglapor! A téglapor! A téglapor! A a spártai túl! Ezt abszó hozta. Még a jó múltkorába vette, és még lesz nem repült! Most már neked adtam is mindenkor! Azt puktam! Téglapot tett bele neked, tudom, hogy mérgezzem meg a fiam! Meg akartam mérgezni az apjátot! Jaj! Gyorsan menjünk le! Jaj, szívrohamot kaptam! Ezért kiaglakol! Úristen! Ezért meglakol, azonnal! De azt mondta, hogy ő is vette egy barátját túl! Igen? Majd én leszek a barátja mindjárt. Már is menjünk lefele most. Ezt meg kell tárgyalnunk. Most jöttem, hova menjek, én már lefele. 3000 forint battoztak, hogy 20-at adott neki érte a méregért. Lehúztak még egy 20-assal is, meg bát is vettem. Ezért meg fogj meghalni. Meg fog lakolni a piszok szemét láda. De én nem, nem jössz, nem jössz, akkor én megyek le, én megyek le, most is puttum, én megyek le, de most ezért meg fog lakulni. Nagyon sok volt a szenvedés, nagyon sok volt a könnyezés, szegénység tombolt is bánatom. A szegény anyám bánatos, mit tegyem a családom? Fáj a szívem, Isten segíts minket. Anyám, anyám, drága anyám, köszönjük, hogy vigyáztál.
Gyermekek.